Esquisito, így bizony, de úgy bizony, de így bizony, de úgy bizony, de dámel. A kurva anyád már, dá! Rohadt csapitalista. Masina. Masinája, de ez is most. Dújra cserlépett ki, úgy bizony, de csákány, úgy, mit tudom én, úgy bizony, de üdvözletem egyébként, és nem üdvözletem. Egyébként mindenki részezetére, részegségre, részére, de nagyban nyitok jó kis bort, jó kis puszigatni velőt. Jó kis nemes, igazi, hazai port. Itt a cimbró. Legszebb, legfinomabb ilyen, mondjuk az na, tudom -e. Na, a lényeg úgy bizony, de nagyba macska bajusz a nagybartos újra jelentkezek, úgy bizony, de van. Na, de. Na, közben. Úgy bár. Töti kézek közben. Volt egy marha nagy közönség találkozó szeptember 2020-as esztendőben, ami ugyebár most abban a Nagybacs vérmezőn, ahol lehettünk kb. 10-15-en, szeptember 9-ére volt ösedékes, és na, kövesen voltunk, még egyszer nem dálom. Bontok is macska kajáddá. Tehát nagyon kevesen voltunk, mert bévalom egyébként nagybacsi őszintén úgy bizony, hogy ugye előző nap lett beharangozva, és kevesen gyűjtek el, nem baj. De legjobb kis macska kaja. De nagyon kevesen gyűjtek egyébként el fel, de. Szalagoznak a fenge, de így is nagy volt az összhang. Na most, ugyebár nem lett rögzítve, nem lett rögzítve a kapitalista csamerámmal, meg a kretének nagy egyébként a fiacskáim se rögzítették, viszont két marha nagy tanítvány, a legnagyobb tanítványaim, tehát úgy hívnak, hogy a csatorna nevük, mindenki be is lesz, mert csülénkül, lesz, ez be lesz majd egyébként nagybetyén linkülve majd. Az egyik az Tetőhintás Norbi 4, a másik pedig Csöves Hup. Tisztelt nagy tanítvány, ők rögzítették egyébként, tehát résen voltak, és a nagy történelmi ősemény, de nagyban rögzítették fölvevő masinára. Na. De ha. Na most, még egyszer egyébként köszönet érette, úgy bizony. A történelmi eseményt, hogy nagyba és föltették a YouTube-ra is, csak nagyon kövesen látták. E nagy jelentőségű fölvételeket. Na most, én úgy gondoltam, úgy gondolám, de, hogy több emberhez az elkülönülhessen, de és úgy bizony, de csak közben abra kutatom a bötüket, mert fölírtam. Ugye, hadd köszönjem meg először nékik is, hogy fölvették a nagy ösemény halmazt. De, spasszíve, de spasszíve, já. Másik pedig legalább, hogy el szeretném, hogy ez egy ilyen válogatás lenne ebből a találkozóból. Több részből állnaú. Mert jogosan, ez hozzá kell egyébként nagyba így tányi, hogy jogosan egyébként írták meg, kérdezték privátban is, hogy Bartó, nem találjuk, hogy hú van a frutyukon, stb. Vagy nagyon nehezen, akik megtalálták, nem nagyon adták egymásnak át az üzenetet. És
privátba is írták, hogy már kíváncsiak lettek volna egy rá, beszélsz rá, hogy hol tekinthető meg ezen nagy esemény. És nagyban ebből össze kellene egyébként csálítani egy három részt minimum, de hogy eljusson egyébként minden egyes nézőhöz, tanítványhoz, rajongóhoz. Ennyit akartam, tehát itt lesznek nagyban majd a bejátszások, az összeválogatott legjobb pillanatok, fölvételek első része. De ez tese... Első része. Na talán. De, dobja. Na talán. Tehát most ezen fölvételekből részletek fognak elhangoztatékni. Ugye? Konyak. Mindenki nézze nagy-nagy szeretettel, de... Menő lesz. Fodrászat. Bartosista fodrászat. Tükör nélkül. Tehát ez egy ilyen csukláris háború. Tele van csitam. Csinálsz meg nekem egy kis? Hogyan lehet egyébként a föld szabálni a csapdát? Hogy éljük túl? Fel kell szabálni. Hát egyébként á. Hát ő kell szabálni nagyban. Gyarló hulladékat. Nem mondom. Kell szabálni. Én szerintem egyébként kapitalizmus gyarló hulladék. Úgy lehet egyébként. Úgy lehet. Legalábbis. Hogy fölszabálj? Ja. 30-40 bantasista, neki egy gárna, és bó. Egészségedre. Elmegyünk mi nagyba. Én megmondom egy ilyen csőszintén. Ne felfaljuk a kapitán. Ice toy, na de rövj. Egészségedre most. Ez darabja. Gazunk táj. Én szerintem egyébként a kapitalizmust azt úgy lehet egyébként, hogy fölfaj. Ja. Nincsen más. Hát egy fogyasztói társadalom. A fogyasztói társadalom, a fogyasztói társadalom az egy személy. Ájstói, mi a véleményed mondjuk Gyurcsány? Gyurcsány. Szerintem, hogyha nincs Gyurcsány, akkor most nincs nemzeti együttműködés rendszer. Hát akkor nincs filtret. Figyelj, vagy Gyurcsány, vagy Fidesz, és a kettő egymást erősít, érted? Tehát, hogy így, ami van, az most őszintén tök mindegy, hogy Gyurcsány van, vagy Orbán van, nem? De mi újságban mondjuk a Gyurcsány fügy? Dolga. Nem jött ide. A magyar gazdaság semmi mástól nem függ, mint a német autóipartal ért. Nem mondom. Nézd, de lehet! Ne rögjél, mert meg pofán bacabban. Mert tudsz egyébként normális költözni, akkor gyere, akkor így. Neveld meg a fia. De bazd meg egyébként, állj, stój, mert mindjárt egyébként nyakon passzom. A Gyurcsány-féle politika az egy szemétláda politika, ugyanúgy egyébként én szerintem az Fidesz is egy rohadtocskos politika, az egész, mire megy ki a játék. Rohadt kapitalista geci! De most egyébként most komolyan mondom, hogy a Gyurcsány féle politika, az miről beszél? Mennyire hazugság, hogy baloldali, vagy
Gyurcsány, és mennyire hazugság, hogy jobboldali, meg keresztény, bazd meg a Fidesz. Érted? Fidesz, latinul hűség, baszki. Itt a hűség. Csak a pénz. Persze, mi pénzért megy egyébként a harcra? Nagyon szeretik, imádják. 100 forintért az anyukat megbaszták, de ezt úgy érsz, hogy 100 forintért tényleg megkúrná a saját anyját. Érted? Bármely. Csak fizetek neki. Lász, mit anyja? Hagyd itt a mesélnek a gumit! Az összesen az lehetséges 4 perces volt a találat.